Köszöntöm a kedves nézőket. Hát mi mással is foglalkozhatnánk a heti sportmagazinban is, mint a Battai Napok sportprogramjaival. Kezdjük is mindjárt a sort egy hagyományosnak tekinthető cselgáncs versennyel, ugyanis sokadik alkalommal rendezték már meg itt a VSK-ban, a sportcsarnokban az úgynevezett Nevadza Fesztivált, vagy ha úgy tetszik, akkor a cselgáncs földharc változatát. Tegyen már engem egy kicsit képbe az imént. Láttunk egy bemutatót, ugye azt én is láttam, hogy fegyveres bemutató. Én megmondom őszintén, hogy a cselgáncson belül ilyesmit még nem nagyon láttam. A judónak a része a formagyakorlat is, tehát nem pusztán küzdelemből áll, áldás, illetve földharc küzdelemből, hanem ugyanolyan része a formagyakorlat, melyekből világversenyt rendeznek évről évre, világversenyeket különböző formagyakorlatban, illetve a danvizsgák anyagát is különböző nehézségi szintű formagyakorlatok képezik nálunk. Nagyon nagy büszkeség, hogy a Veresi Küzdősport Egyesület, illetve jó magam hoztuk létre Magyarországon a formagyakorlatok országos bajnokságát, és az első négyet mi rendeztük meg, és ennek ma már nagy hagyománya van. Most már Hungarian Open néven fut, most már egy nemzetközi nyílt magyar bajnokság néven fut. Nagyon szép mozgás, és a judót sokkal jobban meg lehet érteni általa, illetve a technikák sokkal pontosabbak lesznek, sokkal jobban érthetőbbek lesznek a formagyakorlatok gyakorlása során, illetve nem utolsó sorban vannak versenyzők, akik már nem tudják vállalni a küzdelmeket állásról vagy földön, mert esetleg sérüléssel bajlódnak, vagy egy korábbi sérülésből éppen lábadoznak, azoknak is teljes értékű judó munkát nyújt, ugye nem küzdelmet, hanem formagyakorlatot, de ebben is lehet érmeket, világversenyeket nyerni. Van benne egy kis misztikum is, érzésem szerint egy kicsit visszanyúlás a hagyományokhoz vagy a tradíciókhoz. Hát a judo egy tradicionális japán harcművészeti forma, 1964 óta olimpiai sporták töretlenül. Persze van. És minél magasabb fokozatban van az adott judós, annál nehezebb formagyakorlatokkal birkózik meg, és mutatja meg danvizsgákon, vagy akár versenyeken. De valóban kevesebbet lehet látni, illetve hallani róla, de a judónak egy teljesen elfogadott, teljes értékű része a káta, illetve a formagyakorlatok. De mivel hogy a formagyakorlatok nincsenek rajta az olimpiai programban, ezért a média kevesebbet foglalkozik vele. Ennyi kitérő után térjünk rá, akkor úgy mondom, hogy a verseny egyik fontosabb részére, magára, a földharcra. Mit kell tudni erről a mostani versenyről? Ez a Galambos Márton emlékverseny, Nevadza Fesztivál nevet viseli. Az idei a 8. Nevadza Fesztivál, melyet megrendezünk. Európában, Közép-Európában biztos, hogy egyedülálló ifiket, juniorokat is megszólítottunk és összevont osztályba soroltunk az idei évben. Szeniorok, amatőrök együtt küzdhetnek, első, másod, harmadosztályú versenyek, külön küzdenek az országos bajnoki címekért, illetve a végén a napzárásaként lesz egy nagy Nevadza Open, ahol osztálytól, súlytól függetlenül lehet részt venni, és ez lesz a legnagyobb rangja. Aki ezt a versenyszámot, az abszolút kategóriát megnyeri, az egy rang. Most mennyien jöttek el, és hát gondolom, hogy nagyon sokan majd biztos benéznek menet közben megtekinteni a küzdelmeket, hiszen éppen a Battai Napok rendezvénysorozatán belül járunk. Közel 90 nevezés érkezett a mai versenyre. Ezt azt mondom, hogy nem sok, de nem is kevés. Úgyhogy 90 nevezés, én egy picit többre számítottam. Épp azt akartam mondani, hiszen évek óta találkozunk itt ezen az eseményen, hogy azért volt már több is. Volt több is, de akkor nem volt ilyen jó idő, nem volt ennyire közel az iskola kezdés, mint ahogy most, illetve hát a déli határon nem volt ekkora készenlét, mert nagyon sok katona, illetve rendőr indult el ezeken a versenyeken, akik most szolgálatban vannak szinte folyamatosan, és ők nem tudnak itt lenni. Gondolom, hogy szívesen hozza ezt a versenyt évről évre ide Százhalombattára, hiszen hát nagyon sok a jó barát ebben a városban. Valóban nagyon sok barát van a városban, és így hadd köszönjem meg először is a Városi Sportbizottságnak, Élén Szél Pál barátomnak, sportársamnak, aki minden évben kiváló körülmények között vár minket, és várja ezt a versenyt, hogy ide jöjjünk, és nagyon örülök neki, hogy évről évre itt tudunk lenni, és hogy évről évre színvonalasabb, mindig egy kicsivel bővített versenyt tudunk ide Battára hozni.